Kezdjük azzal, hogy a fásítás hogy jön be a képbe. Tehát, hogyha fát ültetünk, növekszik a fa, és a törzsében, galjaiban, ágaiban ugye megköti a szenet. Tehát ez az egésznek a logikája. Csak hogy ezt el tudja érni, ahhoz ugye rengeteg vizet használ föl. Hogyha van rengeteg víz, akkor ez nem probléma. Tehát trópusi esőerdők területén, tehát hogyha azt kiírjuk, ott tényleg erdőt kell ültetni. Vagy mondjuk egy ártérben, ahol van elég víz, erdő. De pont az Alföld jelentős része, ez a mérsékelt övi lomberdő, és a közép-ázsiai, meg kelet-európai sztyeppék, tehát füves területeknek a határán van. Itt nincs elég víz ahhoz, hogy zárt erdőket fenntartható módon eltartson a táj. Hogyha mégis zárt erdőket hozunk létre, akkor több vizet fognak felhasználni, mint amennyi rendelkezésre áll. Ez egy idő után ahhoz fog vezetni, hogy a maga az erdő is elpusztul, ha egyáltalán meg tudott nőni. Mert manapság már az sem mindig történik meg, hogy a kis csemetéből csemetefává cseperedjen. De hogyha fel is nő, főleg a homokhátság területén gazdaságosan, azt már nem lehet letermelni, ha meg meghagyjuk, mert hogy szenet akarunk ott tárolni, egy idő után összeomlik, felnyílik és kialakul végeredményben az az állapot, ez az erdős sztyep állapot, ami dinamikusan egyensúlyban fönn tud maradni a tájjal. Tehát alapvetően nem a zárt erdő a cél, hanem valamilyen erdős sztyep jellegű élőhely, vagy nyílt füves területek, az az, ami fent tud maradni a tájban. És most gondolhatjuk, hogy jó, de ugye mi fát akartuk ültetni, hiszen az köti a szenet, de nem feltétlenül, tehát egy gyep is rengeteg szenet képes kötni, nem feltétlenül a csúnya szóval élve a biomasszában, tehát az élő növényzetben, a növényi anyagban, hanem szépen a talajban halmozza föl az elhaló gyökerek, a fűavar, és a többi rengeteg szenet tartalmaz, ettől lesz a békési föld, a szántóföld fekete, mert az elmúlt több ezer évben ott gyep volt. És ezt egyébként az erdők nem teszik meg, tehát hogyha mondjuk Zalába nézünk meg egy szántót, az fakó lesz, tehát alig tartalmaz szenet, a fák azok nem halmoztak föl, az erdő állapot nem halmozott föl. Tehát ugyan a biomasszában, a növényekben nem lesz annyi szén, de a talajban tudunk szenet felhalmozni, hogyha gyep területet hozunk létre a Tiszántúlon, vagy akár hasonló területeken, és végeredményben a szenet megkötöttük, és ez volt a cél. A vizes élőhely az egy harmadik terület, élőhely típus a gyepek és az erdők mellett, amik egyébként önmagukban, szintén a gyepekhez hasonlóan a talajukban, vagy az alzatukban, mederben tárolják a szenet nagy mennyiségben, de egy kicsivel többet a biomasszában, és ha csak egy nádasra gondolunk, tehát azért az elég nagy biomasszát tud felhalmozni. És sajnos ugye egyre kevesebb van belőlük, tehát hogyha állítjuk ezeket, megpróbáljuk helyreállítani ezeket a vizes élőhelyeket, akkor gyakorlatilag ilyen szénmegkötési forró pontokat tudunk kialakítani. És itt aztán lehet többet erdősíteni is, tehát aki a fákat szereti, annak is meg lehet a jussa, aki nyíltabb vizes élőhelyeket, annak is, és mind a kettő ugyanúgy köti a szenet. Hogyha gondolunk arra, hogyha ugye konnektivitásokat, a kapcsolati hálózatot javítjuk, azzal megnöveljük sokkal a rezilienciáját ezeknek az élőhelyeknek. Ha egyik évben mondjuk az egyik kis szárad, mondjuk kihalnak onnan lokálisan, tehát helyi szinten bizonyos fajok, következő évben, hogyha ez össze van kapcsolva egy működő vizes élőhelye, önmaguktól spontán vissza tudnak települni. Tehát az, hogyha összekapcsoljuk őket, az az egész táji vagy regionális léptékű fenntarthatóságot, rezilienciát az képes növelni. Hát a tó és tó között is van különbség, tehát ott azok a tavak, ez a csajtó nevezetű halastó rendszer, ez mégiscsak egy mesterséges, egy halastó az egész, tehát ott mesterségesen kormányozzák a vizet, hatalmas biomasszát és egyben szenet emelnek ki hal formájában a területről. Ugye ez megint egy nagyon más szén tartalmú objektum egy hal, de hogyha azt gondoljuk, azt veszük, hogy hány tonna, meg 10 tonna halat onnan kiemelnek, akkor tehát ez nem fog annyi szenet megkötni, és azt a halat az többnyire megeszi az ember, és ugye az anyagcserénkkel azt mi visszaalakítjuk széndioxidbe. Ezzel szemben, hogyha egy élőhely restauráció, élőhely helyreállítást végzünk Bakson, abban az esetben egy működő szénmegkötő, szénelnyelő rendszert tudunk létrehozni. Ez egyébként viszonylag egyszerű, be lehet indítani, be lehet bikázni ezt a rendszert. A környező vízfolyásokból, a Dongérből, vagy egészen a Tiszából, hogyha a vizet a megfelelő mélyedésekbe átkormányozzuk, akkor ez gyakorlatilag megtermeli nekünk azt, amit akarunk. A környező területekről fajok be tudnak települni, amik nem tudnak esetleg betelepülni, azt lehet segíteni.
tehát már ennyire az aktív természetvédelem fejlett, tudjuk, hogy az egyes területekre, mikroélőhelyekre milyen élőlényeket érdemes telepíteni, és akkor egy nagyon rövid időn belül egy működő ökoszisztémát lehet kialakítani, ami a talajában, vagy az esetlegesen ültetett mélyebb részeken, fák biomasszájában tudja kötni a szenet, és mindeközben egy működő egyéb ökoszisztéma szolgáltatásokat is nyújtani képes rendszert hozunk létre. De egy ilyen tocsogós, vizes élőhelyben kiváló élőhelyet tudunk létrehozni a kétéltűeknek. Madarak is tudják használni növényeknek, hogyha mint gyors választ akarunk. A növények azok nem olyan mobilisak, tehát a kétéltűek is tudnak mozogni, madarak különösen jól tudnak mozogni. Ha növényeket akarunk megtelepíteni, vagy a növényfajokat akarunk egy kicsit diverzifikálni, azokat érdemes beültetni, bevetni, attól függően, hogy most ez fás vagy látszárú növények. Fásszárúakat érdemes beültetni, nyilván egy minimális erdőgazdálkodási módszertant kell alkalmazni, hogy azok tényleg meg is maradjanak, tehát ne legyen semmilyen kockázat a dologban, de ez erre meg vannak a módszerek. A gyepes, tehát látszárú növényeket meg egy magvetéssel, magágy előkészítéssel viszonylag gyorsan, fájdalommentesen meg lehet telepíteni.